Hát megint alkotott a Csak Foci, mindjárt folytatom az intro után. Témákat keresve olvasgatom én is a különböző magyar, illetve külföldi sportoldalakat. A következő címmel jelent meg a cikk, nagyon sokan valószínűleg átsiklanak fölötte, Hornyák Zsolt az egyik legjobb szlovák edző lett hivatalos. Az NB1-es edző, az NB1-es játékos is szerepel a 2023-as év legjobb szlovák trénerei és futballistái között. A napokban tartották a 2023-as év legjobb szlovák játékosainak és edzőinek hivatalos díjkiosztóját a Pozsonyi Várban. A futballisták között először győzött karrierje során a Napoli 29 éves válogatott középpályása Stanislav Lobotka, akit Dávid Hanckót és Milan Skriniart előzte meg. Az év legjobb U21-es szlovák játékosának Petr Dubrovszky díjat Leo Sauer kapta meg, aki a Feyenoord játékosa, de a legjobbak közé oda került a DAC kötelékébe tartozó, ám kölcsönben jelenleg Mezőkövesden futballozó Szolgai Máté is. Ami pedig az edzőket illeti, nem meglepő módon idősebb Vladimir Weiss, Slovan Bratislava és a szlovák válogatott EB-t vezető közben a Napoli irányítását is átvevő Francesco Calzona csatázott az első helyért, végül is az előbbi futott be. Itt a top 10-ben egy NB1-es tréner is be tudott férni, a Puskás Akadémiát irányító Hornyák Zsolt 2 pontot kapott a voksoláson, ezért holtversenyben a 10. lett. A legjobb szlovák edző között a felvidéki Köbölkúton született 50 éves szakember. Idáig a hír, felolvastam végig, hogy legyek korrekt, ne pedig csak szövegkörnyezetből ragadjam ki a mondani valót. Hát ha most nem a YouTube-on lenne ez a felvétel, akkor nagyon-nagyon durván elküldeném az valahova a felmenői közé, aki ezt a cikket írta, sajnos csak foci néven szerepel, nem tudom megnevezni sajnos, hogy ki írta. A rendszerváltás után, kezdem itt, a rendszerváltás után elköveti azt a magyarság, hogy szlováknak hív egy edzőt, egy felvidéki magyart. Nagyon jó, aki követi esetleg a Semleges Térfél csatornát, az szerintem levette, hogy nekem nem kedvencem a Hornyák Zsolt. Nem kedvencem az a játék stílus, amit játszott a felcsúton, viszont felvidéki magyar emberként az ő nevében is kikérem magamnak ezt az egészet. Ugyanis lehetne úgy fogalmazni a címet, az egyik legjobb szlovákiai edző. Mert ő nem szlovák, értit? Ő magyar. Az összes felvidéki magyar nevében kikérem magamnak ezt, hogy így írjanak egy cikket, mert ez azt jelenti, hogy elfogadja azt a szerző, ami elfogadhatatlan. Nem útlevél szerint írunk cikket. Próbáljuk már meg a magyar sajtóban úgy fogalmazni, hogy igenis lehessen érezni azt, hogy minden, ami magyarnak születik, az magyar is marad. Ezzel nem kell nagy magyarkodni, hanem egy kicsit tiszteletünket fejezzük ki azok iránt, akiket elválasztott minket a határ. És az, hogy így írnak meg egy cikket, egy tizenvalahány éves nemzeti kormányzás után a pofám leszakad. És kikérem magamnak. Hogy lehet így írni meg egy sportcikket? A lehető legtöbbször kell fogalmazni úgy, hogy a felvidéken élő, Erdélyben élő nemzettársaink magyar emberek. Szlovák állampolgárok, de magyar emberek. És úgy kell, az a helyes megfogalmazás, hogy szlovákiai magyar edző. Tetszik érteni? Attól még megtartjuk annak a nyomorult országnak az integritását, nem szólunk bele, de jelezzük, hogy annak az országnak a lakója, akinek a nemzetisége magyar. A neve nem tűnik föl? Ne is beszélve arról, hogy mennyi megaláztatást kell elviselni ezeknek az embereknek. Tehát aki ezt a cikket írta, lehet, hogy átsiklik fölötte, de én egyszerűen nem tudok fölött átsiklani. Legszívesebben üvöltenék. Hogy lehet így fogalmazni?
akkor, amikor a Sepsi OSK-nál is azt írják, hogy román tulajdonosa van, hogy föl tudnék robbanni. Romániai, magyar vagy székely. A Hornyák Zsolt egy felvidéki magyar ember, aki szlovák állampolgár. Felfogják? És ráadásul azt legalább helyesen írták, hogy a pozsonyi várban tartották a díjkiosztót, de egyszerűen azt egyszer nem fér a fejembe, hogy tizenvalahány év nemzeti kormányzás után, amikor annyi energiát fetszölünk bele, hogy igenis legyenek elismerve a külhoni magyar testvéreink, akkor ilyen címet írunk. Hát egyszerűen a pofám leszakad. És szégyelje magát az, aki engedte, hogy így kikerüljön. Nem is beszélve arról, hogy a felcsúttal kapcsolatban meg szoktam jegyezni, én is, és attól függetlenül, hogy nem tartom őket jó ötletnek az NB1-ben, de az a fajta munka, amit a határon túli magyar sportolókért tesznek, az igenis példaértékű. És hogy egyszerűen hagyják így kijönni a hírt, én azon csodálkozom, hogy ezt eddig még nem vette észre senki. De egyszer mondom, és ráadásul úgy, hogy én úgy tudom, hogy a főszerkesztő egy felvidéki magyar ember. Én legalábbis még ebben a tudatban vagyok. Hogy ezt hagyta, hogy így kijöjjön. Szóval nem akarom tovább szaporítani a szót. Az lenne a kérésem, hogy a következőkben cikket írnak külhoni magyar testvéreinkről, akárkiről, akkor legyenek szívesek úgy írni, hogy az ne legyen félreérthető, mert Hornyák Zsolt, szlovák állampolgár, de biztos vagyok benne egyébként, hogy magyar is, és az lehetne, az a címzés, az pedig szlovákiai magyar edző. A Diószegi Lászlóról, vagy esetleg más székelyekről írnak, akkor pedig romániai magyar székely. Vagy délvidéki magyar. És mind a mellett attól még lehet szerb állampolgár is, csak itt a megfogalmazás az nagyon-nagyon fontos. Ezeken a kis nüanszokon múlik egyébként nagyon-nagyon sok minden. Higgyétek el, hogy nagyon, ez nem szőrszálhasogatás, nagyon-nagyon sok múlik ezen. Ha mi magunk nem figyelünk oda ezekre az apró részletekre, akkor ne várjuk el egy Tóttól, vagy egy Ráctól, vagy egy Romántól, hogy ő odafigyeljen. Ez az én érzékenységemet piszkálja, nem csak, mert a Hornyák biztos, hogy nem fog szólni érte, mert sajnos azt kell, hogy mondjam, hozzá vannak szokva ehhez a bunkósághoz. De legalább mi magyarok, az itteniek, vegyük már észre. Ezzel keresi a kenyerét, hogy a magyar kultúrát, a magyar nyelvet eljuttatja nagyon sok helyre. Hogy ezt a cikket így olvassák ám felvidéken is, nekik ez hogy esik szerintetek? Mert lehet, hogy az a szerkesztő most fordul itt az oldalt, és kit érdekel? Hát engem érdekel. Úgyhogy szégyellje el magát, aki ezt így kiengedte, és kikérem magamnak. Sziasztok! Érdekel a véleményetek. Kommenteljetek. Mások véleményére kíváncsiak vagytok? Osszátok meg ezt a videót. Ami ha tetszett, akkor lájkoljátok. És ha esetleg még ezen túl anyagilag is szeretnétek minket támogatni, akkor a szuper köszönettel, vagy a leírásban található bankszámla számon direktben is tudtok bennünket támogatni. Köszönjük!